Hát szervusz, Madi. Szervusz, kedves Károly. Itt vagyunk megint. Hát, február. Igen. Na már. Mindjárt karácsony megint. Mindjárt karácsony, igen. Ha már karácsonyra tartok, egy ilyen ajándékot elfogadnék. Persze, te mindig csak az ajándékokkal jössz. Nyilván, hát de most mégis, hát nézd már, hogy mekkora kártyát sikerült itt beszereznünk, nem? Hát azért... Igazából, hogyha mélybe elvinnénk, akkor is szerintem elég sok pénzt kapnánk érte. Igen, kemény. Hát ha megnézzük, ez hát súlyában is nyertes. Nem csak, hát nem tudom, ha megnézzük, ugye extra csatoló felületek vannak rajta, ha megnézzük itt a... ugye hát hány monitort lehet ugye rácsodani, az is eléggé, hát hogy is mondjam, csak bátor. A két ventilátor pedig önmagában ugye nem csak azért van, mert hogy fú, kemény hűtsők, hanem mert ugye hát van rajta egy-két proci. Na és mit tud ezt? Tehát mitől ilyen robosztus szegényke? Hát nyilván legtöbben az árára lennének kíváncsiak, most még ebben a pillanatban így nem tudjuk, de majd mire ugye a cikket megírjuk, addigra már meg lesz a fixárunk. Hát igazából ez egy kétmagos kis készség, ugye két processzoros egészen pontosan, ami hát eléggé jól tolja. Igazából hát tényleg az egyik leggyorsabb kártya lett, és hát próbálják úgy belőni az árát valahogy, hogy azért ugye nem a legeslegdrágább kategóriát célhozzák meg, hát nem lesz olcsó azért. Tehát ez azért egyik egy hozzá, 100-120, igen, igen. Hogy valószínűleg a 100-120-as ár, az a GTX meg az Ultra, inkább az Ultra árkategóriájával fog megegyezni. Igen. És amit te is mondtál, az érdekesség, hogy egy két GPU van rajta, ezért van rajta ez a aranyos kis ventilátor pár. Két apró ventilátor, igen. Ami, hát reméljük, hogy elég halk lesz, mert én be nem tenném ezt a gépembe, hogyha úgy sivít. Hát szerintem ezen a szinten már, amikor igazán profi gamer vagy, akkor már a hang az már teljesen elenyésző, ugye. És ugye ez a 3870-esnek a dugnomagos változata. Igen, tehát még eléggé új. És igazából hát arra vagyok kíváncsi, mert ugye azt már kipróbáltuk, hogy tud persze több monitort kezelni, viszont hogy erre hány olyan szoftver lesz, ami ezt ugye hát ki tudja használni. Mert most oké, mennyire lenne izgalmas, hogy mondjuk négy monitorra kiteszem a mit tudom én, Team Fortress 2-t, ugye, és hát azt mondjuk nem adna annyira extra élmény, mint mondjuk egy Flight Simulator, vagy akár egy Need for Speed. De és hát mondjuk szerintem amíg érdekes lehet azért ezt Crossfire-ben kipróbálni, illetve hát ez egész pontosan Crossfire X platformon dolgozik, ugye ami két kártya esetében, már ki sem merem számolni, hogy mennyibe kerül, szóval mondjuk hát egy olcsó használati autót is lehet venni érte, akkor az már szinte egy olyan, mintha négy videokártyánk lenne. Igen, tehát 3870-esünk. És ugye azért hát érdekes, mert ugye így a két maggal, ugye, amit tud számolni, ugye egy kártya meg tud hajtani négy monitort, és ezt gyakorlatilag két slotba be tudnám tenni ugye Crossfire-ben. Ami nem azt jelenti, hogy azért ez olyan egyszerű dolog, mert ugye, mint ahogy látható is volt, ez két kártya helyett azért elfoglal szépen. Igen, tehát, van vastagsága azért arról. Azért ez tényleg kell a speciális alaplap. Meg hát ugye nem árt, nyilván az egész azért fémes, hogy azért ez tudja rendesen leadni hőt, mert azért ez keményen termel. Igen, elég komoly hűtés van egyébként itt alatta, nem tudom, hogy mennyire látszik. Talán innen, viszont én úgy olvastam, hogy két kártyát még nem tud kezelni, tehát még szoftveresen nem oldották meg, az hát már csak valamikor február végén várható. Nem hiszem, hogy úgy ez addig várni hogy kell mondjam, olyan nagy probléma lenne. Hogy ebből kettőt vegyenek és ja, együtt használják. Miért úgy érzed, hogy így a forgatás után megyünk és felmarkoljuk a készleteket? Hát nem én, de lehet, hogy néhány olvasó most el fog rohanni és meg fog venni kettőt, és mivel nem fogja tudni használni, ezért az egyiket beküldheti. Ha igen, ha van ilyen, nekünk, akkor egész elfogadjuk. Tehát megvan az a gép, amivel mi be tudjuk tenni ezt a bizonyos kártyát. És hát a fogyasztása is hát igen, az látszik is, hogy megnőtt. Igen, mert hát nagyobb is ugye ez a csatlakozó, mert eddig csak ilyen hármas csatik voltak ugye a kártyákon, most már a négyes, ez egyértelműen ugye a megnövekedett fogyasztásnak. Igen, és hát azért mondjuk az elég vicc, amikor hazaviszed és rájössz, hogy ilyen csatlakozód nincs is. Igen, hát jó, oké, van átalakító, de átalakító a meglepetés erejével azért hathat egy kicsit. Na, ha már játékoknál tartottunk, arra egy pöckölök itt. Most én el is teszem ide oldalra. Egy nyugodtan, nem számít. Arrébb pöckölöm ezt a kis razor készséget, ami
Jó, először rendben a hülye voltam, megkérdeztem, hogy ez miért jó. Aztán így megfogtam, és hát... És rájöttél, hogy ez valóban ez nem annyira nagy rossz. Aztán elkezdtem ugye nézni a dobozát, amin hát volt bizonyos felirat a 4000 dpi, ami hát... Az sem túl rossz. Szintén egy, hogy mondjam, kedves szám, így mondhatjuk igazából. És hát anyagát tekintve is nagyon profi. A tudsz, ugye? Nem tudom, hogy próbáltad már egyébként, de oké, formája az egy dolog, az megszokás. Tehát ez a borítás, ez nem egy új borítás, azért azt tegyük hozzá. Igen, ezt már viszont így még nem nagyon alkalmazták az egész felületet, és hihetetlenül jó érzés megfogni, nem csúszik, tehát ha izzelekezed, akkor is. Tehát egy nagyon jó, stabil fogás biztosít, és nagyon, nagyon precíz, tehát hihetetlenül. Én mondjuk Photoshopban próbálkoztam vele, így játék mellett, és nagyon jól lehetett feldolgozni, tehát nem volt ez az akadás, meg ez a szaggatás, mivel ugrál a kurzor. Viszont kell hozzá egy nagyon jó egérrel játék, tehát én mindig mondom, hogy hiába veszel most 12 000 forintért egy egeret, aztán... Persze, hát aztán megpróbálod mondjuk üveglapon lézeregeret, vagy mi az tükrön. Hát igen, de hogy jól látom, ugye ez jobb és balkezes is együtt, tehát igen, teljesen tehát szimmetrikus. Mivel itt az oldalán található ez a két gomb, amit itt tudunk nyomkodni, ezt bal kézzel is meg tudjuk nyomni, mert igen, a másik oldalon a két gomb is megtalálható. Persze megtalálható, és teljesen szimmetrikus ez egér, úgyhogy jobb és bal kézzel is. Ez is egy jó pont igazából, nagyon jó szerintem, pont, már... nagyon jó pont szerintem, mert én mondjuk nem szeretem azt, amikor egy egér direkt jobb kézre van kialakítva, aztán igen. A bal kezes az megszívja meg. Hát, ugye. Ami még nagyon jó, ez a profil gomb, amivel el tudunk tárolni benne bizonyos profilokat. És az sem újdonság, ugye? Nem újdonság, viszont azért ezt tegyük hozzá, volt már. Igen, de ez olyat tud, hogy megjegyzi. Tehát, hogy ha ezt fogod, és szoftver nélkül átdugod egy másik gépbe, akkor ott is ugyanúgy fogja tudni. Tehát nem kell hozzá a gyári szoftver, amiben bekonfigurálod, mert ez képes eltárolni, hiszen van benne, nem tudom, 35 kilobajt, nem tudom, valamennyi hát memória. Most már igen, ez a divat, hogy mi lehet még benne, lassan szerintem. Telefonálni lehet esetleg a... Hát igen, mondjuk egy LCD-jelző lehetne. Voltak már ilyenek, és nem tudom, emlékszel-e lenni, ennyivel ezelőtt szebítem voltak ilyen kis hát gagyiságok. Igen, de ezek azért ugye eltűntek. Ugye itt volt rajta a tárcsázó gomb így az egér tetején. Hát hogy is mondjam, csak vannak érdekes ötletek. Vannak érdekes. Úgyhogy de egy tipikus játékos egér, ugye 4000 dp és hát zsinóros természetesen, hát azért az a legjobb, és azért lássuk be, hogy oké, nagyon jó a zsinó nélküli technológia, meg örülünk neki, de mennyire rohadt idegesítő, amikor éppen lőnél, nem? És így megáll a kérdés, ugye te elkezdesz, hát mondjuk így nyíltan anyázni, ugye? Hát legalábbis felemlegetted a kedves gyártók rokonait, vagy az RM gyártókat, vagy az akkumulátor gyártókat, mindegy. Éppen most nekem a billentyűzetem mondta azt, hogy köszönjük az együttműködést, úgyhogy nem, én maradnék mindenképpen a zsinóros technológián. Nem véletlen azért a profik mindenképpen, tehát én még nem láttam olyan profit, aki vezeték nélkülével játszott volna. Tehát... Megvan az a marketing összeg, amikor egy profi is vezeték nélkül egerre játszik, de tehát, igen, szerintem is a zsinóros az, ami tehát úgy, aki hogy... mondjuk szeretné, hogy itt a GameStar-on belül mi zsinór nélkülével játszunk, az a majd a számlaszámunkra utalhatja az összeget. Egyébként megmaradunk szerintem a zsinóros verzióban. Az áraknál tartunk, mit tudunk róla? Említettél egy ilyen 10-12 ezer hát, a körül mozog? Körül fogunk már... mozogni, ugye pontos árat szerintem hülyeség mondani, mert a hány volt, persze. Ugye 1-2 ezer hát ilyen nagyságrendek, azért azt mondjuk, hogy nem 25. Nem. Tehát a Razer egerekben ugye ez is a jó, hogy tehát azért nem a 18 meg 20-as kategória, hanem a inkább a 10 körül, tehát már 8000-ért is elég jó egereket lehet venni. És hát ez is egy ilyen példány. Úgy legyen. Na, mink van még? Valami, egy ilyen nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, és hát igazából szép ilyen Hello Kitty-s terméket is összegyűjtöttem. Zero Fool kedvéért, ezt a gyönyörű köszi. Rózsaszín, mert neki a kedvenc színe a rózsaszín. Hát Endernek kedvenc színe, ő imádja. Igen, tehát a szerkesztőségnek a kedvenc színe a rózsaszín, igen, most már ezt nem mostjuk el magunkról. Egyáltalán. Bár Mazur kék notebookot akar mindenáron. Hát még az... Próbáltam rábeszélni a rózsaszínre. Na de hát mindegy. Ez most igazából, oké, hallottam már valahogy, hogy kis notebook, meg ilyen 12 incses, meg nem tudom, de ezt nyissuk ki egy pillanatra. Ezt most kioperálom. Tehát azért itt nincsen nyilván semmilyen kameratrükk, vagy egyéb, hogy mellé teszem nem, az iménti egeret, azért érezhető a... Tehát rá is teszem, tessék, nincsen semmi trükk. Tehát így nem tudom, a egér méretének a háromszorosa, mondjuk ez a
minek hát nevezik, ez a notebook ilyen... Igazából, tehát ez a, nem is tudom, Subnotesnek a... Submini, igen, vagy mobil, vagy... hát nem is tudom, tehát milyen rá jó kategória, 7 szólnál, mert ugye ez egy 7 szólós kijelzővel rendelkezik. És hát az Asusnak a koncepciója ugye az ezzel a fantasztikus nevezetű PC-vel. Amit ne dadogják is, fiam. Szerinted mennyi? Tehát egy marketinges így bejött részeg, hogy mi a neve? És akkor mennyi az? Így még egy kis tekilet. Igen, tehát úgy lett 3E, nem tudom. Vagy véletlenül leütöttek 3E. De ügyes, ez egy kicsit olyan, mint a Wii, tehát azért ezért nagyon szét kellett csapnod magad. Lehet, hogy szét voltak csúszva. Igen. Na mindegy, egyébként szerintem ezzel most lendüljünk túl. A lényeg az, hogy az volt a koncepció, hogy csináljanak egy olyan notebookot, ami nagyon olcsó, nagyon picike, lehet vinni mindenhova, és mondjuk tanulásra, munkára, hát mondjuk munkára puskának, nem tudom mennyire, puskázni, bármire. Hát munkára azért, ugye azért kevéssé, mert hát egyrészt ugye elég kicsi ahhoz a kijelző, hogy mit tudom én Photoshopba vagy nem is tudom, nagyobb táblázatokat, akár Excelbe, vagy akár igen, még kisebb táblázatokra is. És ugye azért olyan picike, mert itt nem tudom mennyire látszik, de két hangszóró is helyet kapott. Igen. Viszont lesz ennek olyan verziója, ami már 10 szólós lesz, az azt jelenti, hogy teljesen ki fogja tölteni. Igen, gondolom annyi történik, hogy itt a fekete rész, tehát ugye ez maga lesz a kijelző, mondjuk a mikrofon meg beteszik valahova ide. Hát vagy valószínűleg ide panel alá, nem vagy tudom, a ezek amúgy sem nagyon komoly hangszórók, arra jó, hogyha mondjuk X-et nézzel, akkor ezért hallod a hangját. Egyébként meg úgy az áráról annyit, hogy itt most beszélünk az olcsóságról, azt tudni kell, hogy ebben a kategóriában ugye egy jobb notebook, kisméretű notebook, az ilyen 300-tól 5-600 ezerig a minőségi. Hát és azok még mindig csak ilyen 11-12 incsek. Azok az általában 12,1 incsesek, ami körülbelül mondjuk egy még plusz egy ilyen 5-10 centit jelent. Viszont ez ilyen 70 ezer forint környékén kapható, ami azért szerintem eléggé megfizethető. És igaz, teljesen jó, és azért a csatlakozóit is, ha megnézzük, ugye azért USB 2-t kapott rendesen, van rajta ugye kártyaolvas a több formátummal, monitort ugye kivezethetjük, és hát semmi hátul ugye a tápcsatlakozó, hálózat, még egy USB, és ugye a hangnak a hang és mikrofon. Szóval azért elég jó, tényleg elég kis kompakt gép. És ami a legfontosabb, van benne WLAN, ugye manapság már WLAN nélkül nem hát élt az hova, élet. Hát hálózat is van benne, és a saját szoftver az igazából az egy Linuxos Asus szoftver, mindjárt be is fogjuk kapcsolni, amit te tudunk cserélni XP-re, ez a poén benne. Igen, és hát megy is. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy az, amit, tehát egy nem a 300 vagy 250-300 ezer forintos persze notebookokat akarjuk leszonni, mert tény, hogy azok azért gyorsabbak. És azokon igazából egyetlen egy hibáját találtam, az, hogy ezen a billentyűzet olyan kis picike, hogy nehéz rajta gépelni. Tehát akinek már egy nagyobb az ujja, és mondjuk az én ujjam már jóval elfed egyetlen egy gombot, igen, az nagyon könnyen meg tud nyomni egy másikat, úgyhogy a gépelés ez egy picit problémás. Külső billentyűzet esetleg meg lehet oldani, vagy ha utazol, hát akkor csak akkor ugye, meg lehet pont egy ciket írni vele. Pont az lenne a lényeg, hogy persze vihetnék magammal külső monitort, persze, meg külső billentyűt, meg külső egeret, de akkor ugye ugyanígy tartok. Tehát, persze, regény nem lehet rajta megírni, de egyébként mondjuk egy cikket vagy hirtelen szokni le kell lenni, vagy szokni kell, vagy faragni kell az újból, vagy igen, valami bármi készséget hozzá. Hát nézzük meg működés nézzük közben. Nézzük meg működés közben, remélem feltöltődött annyira. Ezt a gombot itt most megnyomom, és akkor már világítanak a tűnyörű ledek. Annyit tegyünk hozzá, hogy vinyó nincs benne, tehát mozgóalkatrész nincs benne, úgyhogy memória alapú az adattárolása, ez egy 4 GB-os modell, van 2 GB-os, az a legegyszerűbb, az a jóval olcsóbb, és a csúcs teszem a 8 GB-os, tehát erre bőven ráfér egy mondjuk egy XP is, és tovább lehet bővíteni ugye memóriakártyával. Illetve hát később valószínűleg, később, ugye persze attól függően, hogy milyen sikerre lesz a sorozatnak, majd várható ugye a 8-16 vagy akár 30 gigás is, de és mondjuk azért azt ne felejtsük el, hogy aki nagyon akar adatot tárolni, ez egy külső USB-s vinyó most már 200-250 gigákat tud magával vagy vinni, többet, vagy simán, többet, persze. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne, ugye látszik, hogy az operációs rendszer az egy Linux alapú megoldás, viszont nagyon jól lehet kezelni, most rá is dugnom azt az egeret, mert ezzel az a kis pici tapipada, tehát itt a tapipad akkora majdnem, mint az ujjam. Jó, ugye az előbb kitárgyalt kis Razer csoda. Hát szép kéken világít.
Ez most divat. Persze. Egyébként ennek a felépítése nagyon logikus, úgyhogy aki Windowshoz szokott, az azért ez egy picit ilyen Windowsosított változat. Hát igen, gondolom, nyilván mert látszik is, hogy azért eléggé nagyméretűek az ikonok, pont azért, hogy azért hülyék itt megtalálják, mint mi ugye. Mi? Igen. Simán. Úgyhogy nem is lesz nehéz eligazodni benne. Ugye van egy internetfül, ahol a legalapvetőbb kommunikációs dolgokat tudjuk elvégezni, Skype az már benne van, úgyhogy ez tök jó. Hát a Skype meg a Google, az igen, az bele. A szövegszerkesztő nekünk, mint újságíróknak ugye ez teljesen igen, és hát jó, most meg is tudom, hogy lehet gépelni. Open Office van rajta, ami ugye meg ingyenes egyébként, és hát majdnem teljesen kompatibilis ugye azért a Word, Excel, negyébben. Igen, viszont ezért is tud ilyen olcsó lenni, tehát hogyha most a persze. Microsoft csomagot még mellé számolnád, akkor már jóval drágább lenne. Hát kb. Megdupláznánk az árát. Igen. Na most hát ez így néz ki, megpróbálok valamit gépelni de rajta. De miért ilyen drágárt akarsz? Tehát... Nem fúj, Madi, törődj ki gyorsan. Nem akarok itt drágár dolgokat írni, de tényleg egész jól lehet gépelni. Hát szokni kell dolgokat, igazából, nyilván ez is arról szól, hogy ez mondjuk egy, ha belegondolsz például egy szebitem, vagy előadásom, vagy bárhol, nagyon kis kényelmes, ugye az öledbe is elfér, sőt, hát azt mondom, hogy még az öleden is egy, még kisebb is, mint igazából, mint kéne, tehát hogy valahogy már támasztani is kell, de szerintem teljesen jó. Igazából a legjobb dolog, amit én használni szeretném, hogyha lenne egy ilyenem, ez pedig videózom? A filmezés. Ja. A buszon is tudja pornót nézni azért, Madi? Nem, hát azért nem pornót, tehát azért itt kiskörök is nézik az adást, de mondjuk úgy, akkor még természetfilmet is nézhetünk rajta, akár, vagy bármit. Azért én is természetfilmre gondoltam, mert... Ugyanúgy, mint a Windowsnál, tehát itt feljön az a kis ablak, és akkor böngészhetünk az USB-s vinyónkon, vagy éppen a pendrive-unkon. Egyébként a sebesség egész jó, tehát egy 900 MHz-es ultra-low Celeron processzor van benne, és 512 MB RAM, úgyhogy azért nem olyan rossz ettől a géptől. Milyen erősen hasonlít ez azért az Xperia így is, nem? Tehát ha megnézed az ikonokat, meg egyebeket, van ez a némi... Kísértetésen hasonlít, és itt még a, hát mondanám, hogy a start gomb helye is ez a kis házikóval. Home gomb, igen. Megbújik. Gondolom nem fizetetne Microsoft eleget, hogy kerüljenek rá valamból, hogy nem tudom. Valószínűleg így, hogy olcsóbb tud lenni ezzel, szerintem teljesen jó megoldás. Teljesen. És most nézzünk meg mondjuk egy videót. Kedves bárkény, mindjárt ide fog fordulni. Hú, ez most nagyon videó. Jönnek a lányok? Fú, Madi. Nem. Nem? Hát akkor tegyük ki a 18-as karikát. Felviszem az egeret. Kicsit beleugrunk, beletekerek. Ez a Monknak az egyik része. És teljesen jól viszi. Igen. Tehát... Feliratok, magyar karaktere van egy kis magyar, de hát nem baj, hát mint említették azért, ha akarunk, akkor XP-t rátehetünk. Teszünk le XP-t, vagy bármit. Vagy nyilván következésképpen bármilyen más Linux is akár elférhet rajta. Igen, hát azért nem eddig bírja az aksi, hát azért félrejétes nehézség, csak most az nem volt helyesen egyébként feltöltve. Nagyon jól bírja, 3 órát is kibír, tehát VLAN mellett netezünk. Szerintem ez sokkal jobb, mint egy notebooknál, mert ott maximum 2 órát lehet használni. Hát gondolom, ez valószínűleg azért is van, mert nincs benne, ahogy említetted, mozgó alkatrész, hanem memóriás. Igen, és sokkal gyorsabb, úgyhogy azért még azt megmutatnám, hogy a kikapcsolás például milyen hűtő gyorsan történik. Tehát itt rányomok a... Igen, valóban lesz, lehetném kapcsolni. Ugye. És körülbelül úgy ennyi volt. Nálam néha így az XP így ilyen 20-30 másodpercig elgondolkodik. Hát... Aztán egyszer csak... Egyszer csak közli, hogy akkor most nyom meg a reset gombot. És úgyhogy nagyon jó megoldás. És mennyire lehet ezt most már megvásárolni? Mert egy ideje azért már olvashatunk róla rendben, most tudunk hozzá egy körülbelüli árat. Hamarosan a hazai boltokban is ugye fel fog bukkanni, tehát most nem akarok butaságot mondani, de valószínűleg így februárban már hozzá lehet jutni. Tehát február vége felé már. Február vége felé, ugye megjelenünk február elején. Azért én valahol abban reménykedtem, nem csak ilyen rózsaszín változott a Nem, ezt most kifejezetten csak a poén kedvéért kaptuk, csak nekünk. Úgyhogy, de egyébként ez teljesen fehér változatban is elérhető, illetve voltak róla pletykák, hogy lesz fekete változat is, azzal nem tudom, hogy mi van. És felszereltségtől függően akár webkamerát is, meg ilyen extrákat is választhatunk. Még egy kis érdekesek éppen mutasd a te notebookodat egy pillanatra, tedd ide. Középre tegyük be. Nézzel csak ezt így. Hát szép, igen, ennyi a különbség. Igen, de ez a szállítható.
Ez a Madi szivatására van kitalálva, és ez még csak mennyi? Mit mondtál? 15-ös? Ez csak 15-ös, 17-ös. De ez akkor is szivatás, tehát ez tégla. Viszont azért dolgozni inkább egy ilyen téglán dolgozok. Meg is játszani, és nyilván ezzel jobban lehet, de akkor is. Rá is fizeted ingedleked. Persze. Mondjak valami felkonfort az elején egyébként? Jó a hang? Itt vagyunk a GameStar TV mélyvíz extra kiadásában, amiben hát rendeltünk az internetről egy gamer seatet, ami hát nem egy pici darab, úgyhogy meg is hozta a futár. Megmutatom nektek, így néz ki ez a parányi kis csomagolás. És hát, hogy mit rejt a doboz, azt majd mindjárt felfedjük. De hát a méretéből adódóan akár egy ember is lehetne benne, úgyhogy lessünk bele, hogy mit tartalmaz ez a csomagolás. És meg is érkezett Karesz. Hideg van a dobozba, konkrétan. Aki segítségemre lesz a tesztelésben. Reméljük, hogy túlélte ezt a 10 percet, amit eltöltött a dobozban. Honnan jöttem? Tájváról, internetről? Nem, ez a termék ez Magyarországról érkezett egyébként, úgyhogy nem kellett túl sokat utaznod. Hát azért nem rossz. Na, mutassuk meg tényleg, hogy miről van szó. Ott igazából van ez a kis térség. Erről van szó, tehát látszik, hogy nem egy pici dolog. Várjál, Bobi, megpróbálok lejönni. Várjál. Karesz, most megpróbál lejönni. Kormányba. Ögy. Na, tehát ő volt a dobozunk. Itt a kis készség, ugye? Itt van a készség, ugyebár mint mondtuk, ez egy magyar termék, és tartalmaz egy sportülést, ami nagyon-nagyon kényelmes. Karesz mindjárt helyet is fog foglalni benne. Én vagyok a szerencsés, na lássuk. Ő lesz a modell. Befekszem. Milyen érzés egyébként? Nagyon kényelmes olyan kis, mint amikor a moziban ülsz, tudod, vannak ezek a jobbik fajta székek, na ez is olyan. Egyébként ez nagyon jó ez a sportülés, hogy oldalra is megfog, tehát hogyha igen, itt esetleg rángatnád magadat. Nagyon beleéled magad, akkor tökéletesen megfog. Ugye a szerkezet része, tehát a szék, ugye? Van egy szék, ami teljesen állítható, úgyhogy akár kisgyerektől egészen magas. Igen, de itt egy előre lehet húzni, meg hátra lehet tolni. És a székből is érdemes elmondani, hogy van többféle változat, tehát van gyerekméret, közepes, L-es méret, és ez pedig a legnagyobb XL-es. Úgyhogy még egy ilyen szép nagy darab embert, mint a kedves Zero Cool. Hát, és akkora embereket, akik beleférnek például igen, a dobozba, ugye konkrétan? Na, van nekünk egy ilyen kormánytartónk, erre ugye rá tudjuk szerelni az összes makapható kormányt, de azért valljuk, hogy igazából a Logitech kormányoknak készült. Mert igen, ez most azért nem a, hogy mondjam, nem az új hát kormányok mintaképe, de nem is, része, hát nem is része ugye az összeállításnak. Ezt csak ugye mi szereltük rá mutatóba, hogy így működik, itt van a pad, ide lehet tenni mondjuk a sört. Hát, illetve a G25-nél ide lehet tenni magát a váltót is. Igen, ugye ide mellé. Vagy balra, attól függ, hogy jobb vagy balkezes az illető. És hát itt látszik is, hogy a polc az eléggé mély ahhoz, hogy tényleg bármelyik kormánynak ugye ez változik, ez a tartóelem, hogy mennyire mély, mert sok asztalnál ugye az a gond, hogy mondjuk egy ekkora pereme van, és utána ugye nem tudod megfogni, mert az igazából a tartóelem már mögé lógna ennek a peremnek. Hát itt nem lóg mögé, itt elég hosszú az egész, nagyon jó be lehet állítani. Igazából ami érdekes, hogy tartozik hozzá egy ilyen monitor tartó rész, ez opcionális, tehát ez nem tartozik bele a csomagba, viszont lehet külön is vásárolni, mert ezt az egész készséget ugye be lehet tolni az íróasztal elé, tehát fölösleges hozzávenni egy ilyet, vagy akár a tévé elé is be tudsz ülni. Tehát képzeljük el, hogy idáig tart az egész ezt alapból. Ezt az egészet igen, így be tudod tolni. És akkor ugye ott megvan a tényleges asztalod, mert azért itt ugye látszik, hogy itt hát így ágyék szinten ülök lényegében. Hát igen, végül és, is. Tehát pont ott van az asztal, amikor összehasonlítjuk az előbbi asztalhoz, ugye, aminél az előbb feküdtem, az kb. Egy szinten van ezzel, tehát ugye lehet képzelni ezt, hogy tényleg az a egyébként ez állítható, tehát nem csak a távolságot, de a magasságot is igen. Be lehet állítani. Ez pedig elvileg ugye azt mondták, hogy 60 kilót is kibír, elvileg rá is ülhetnék, ha nem 80 kiló körül lennék. Hát ugye. Van ez de a csodás a 60 kiló az bőven elég ahhoz, hogy ilyen TFT-ket, kifejezetten TFT-ket, tehát igen, egy 24, CRT-t ne akarjunk rápakolni 24 vagy 19 incsig, mert akkor azért hát annak már van súlya, meg fűteni is lehet vele. Meg előre billenünk, meg le is törik ez, mert azért ez a rész annyira nem erős, de tényleg TFT-ket nagyon jól elbír. Én azt mondom, hogy egy 24 colig szerintem simán rá lehet rakni bármit, és
Hát ugye hát, nem csak PC-re. Ugye marad, ahogy mondtuk, az eredeti felállás, az asztalon, arra meg azt pakolsz, amit ugye az asztalod bír. Azt pakolsz, amit akarsz, illetve hát, ugye ez az egész konstrukció nem csak PC-vel, hanem konzolval is kompatibilis. Tehát ugyanúgy a PlayStation-t és Xbox-ot is rá tudod csatlakozni. Hát igazából itt a kontroller ugye szabja meg, hogy mi az, ami melyik platformra tudod igazából rákötni. Hát ez most éppen egy PC platformról fog működni, igen. Egy Need for Speed demót fogunk kipróbálni. Illetve még gyorsan egy dolgot nem mondunk itt alul. Ha megnézitek, ugye itt van rátéve a pedál rész, ugye ez csak így rá van helyezve ennek erre a lokra. Ennek van egy rögzítője egyébként, amivel ide lehet rögzíteni, amit én most nem találok. Tehát azt le lehet rögzíteni. Tehát de az egyébként egyébként nem csúszkál. Ez nem csúszkál, és bármilyen pedál nagyságot fel lehet tenni, tehát a G25-től visszafele is kompatibilis, úgyhogy ezzel úgyhogy nem lesz jó probléma. De most, hogy ugye ott a végén nincs benne ez a tartó elem, most egy kicsit azért most így kicsit csúszkál, csúszkál de megpróbáljuk majd a legjobbat kihozni belőle. Illetve itt látszik még egy kis ilyen, hát home tuning, nevezzük úgy. Nem, az igazából azért van, mert eltűnt a Logitechnek van egy ilyen gyári adaptere, és ennek a tesztkormánynak nem volt meg, tehát ez de csak egy ilyen... mint látható, megoldható egy nagyon egyszerű kis kiegészítéssel. Na hát ez maga a rendszerünk, Madi, licsics. És már indítom is a... Lássuk magát a művet. És az ugye nem egy nagy varázslat, tehát ugyanolyan, mint mondjuk amikor játékteremben játszunk ide, mondjuk magunk köré pakolhatjuk ugye a lányokat. Hát igen, ki most akár ide állok mögéd, és csápolhatok neked. Sírcsápolhatsz. De egyébként, meg hát látszik, hogy egyszerű notebookról. Még egyet nyomjál, Madi. Még nyomok még egyet, de egyébként szerintem te ezzel is tudod. Nem, megpróbáltam is. Próbáltad? Biztos lefagyasztottam, tudom. Igen, lehet. De szóval látható, hogy egy kicsit most nekem hosszú, egy kicsit olyan, mintha nem is tudom, kamionba ülnek így, nem? Így egyébként a kamionkormány mekkora feeling lenne, de ez egyébként be lehet állítani, úgyhogy... Ugye nekem most teljesen hosszú, de mint mondtuk, előrébb lehet ugye tolni lényegében ugye a széket, és akkor nem lógna ennyire. De látható teljesen jó, innentől persze már nem a racing seatnek vagy az állványnak a szerepe jön, hanem ugye a kormánynak meg a pedálnak. Viszont azért jobb, mint a, mondjuk a konyhasztalom, vagy hát az sokkal jobb, igen. Ülni. És tényleg iszonyat kényelmes ez az ülés, tehát nagyon jó. Én egyetlen egy dolgot hiányolok belőle, ami mondjuk játékteremben, meg hát több helyen is azért láthattunk már tényleg, az, hogy itt nincsenek hangszórók. Tehát ilyen kicsi hangszórók aha. Szoktak lenni. Én mondjuk azt mondom, hogy ha nem olyan nagyon ritka, meg nem is olyan nagyon drága, hopp, de szép volt, hogy elrontottam. Szóval most már nem annyira drágák ugye mondjuk az 5.1-es vagy bármilyen hangrendszer, hogy mondjuk ide lehet pakolni, vagy akár ide magad mellé. Hát ez még is csak a szoba elrendezésétől függ, hogy hol használod. Persze, meg hogy milyen hangrendszer meg egyemed van, tehát teljesen jól használható, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó sikerült termék. És hát az erről is érdemes nyilatkozni. Igazából külföldi vetításokkal szemben, mert ugye mondtam, ez egy magyar termék, jóval olcsóbb, kint ilyen 2 és 300 ezer forint között mozognak, ami ráadásul alumíniumból van, ez pedig vasból készült, tehát picit masszívabb is. És hát igazából két G25-ösnek az áráért meg lehet ezt vásárolni, ami magyar pénzben, nem akarok most hazudni, olyan 100 ezer forint, 80 és 100 ezer forint környékén mozog. Igen, ami azért első hallásra, hogy mondjam, nem annyira barátságos, de ha belegondolsz abba, hogy igazából se 200 ezer forintot is azért kiadsz egy grafikus kártyáért, akkor szerintem vagy 50, igazából 60 ezeret egy kormányért. Az a feeling, hogy itt tudsz ülni, meg ugye kicsit lentről nézed, meg egyéb sokkal hát tényleg életűbb feelingbe tudod játszani igazából a játékot, szerintem ez még kicsit többet is ér, mint egy nagyon jó grafikus kártya, én legalábbis így gondolom. Persze hát ezt mindenki eldönti majd magának. Minden esetre nekünk tetszett, úgyhogy... Teljesen jó. Ezt szerintem nem adjuk vissza, Madi. Jó, akkor ez itt marad. Thank you.